Na, szavaztok, testvéreim! Legátokos József újra jelentkezik a következő résszel a Szíjabb Diából. A kapásból megpróbálok lehúzni egy gadzsót, mert úgy látom, hogy már itten tevék. Afka, ja, gyerek, Afka, gyerek! Afka, gyerek, 1 óra 56 perc a moré! A szadincsa kirúgva, ha úgy egy admin. Na, jó van. Csapjunk bele a lecsóba, azt mondtátok a rendőrség... Hol a verdám? Azt mondtátok a rendőrség környékén vannak egy lehetőségem arra, hogy? Hova tettem a verdát, Boré? Hol itt a zsiguli? Na. Na, azt mondtátok, a rendőrség mellett van valami pláza, és ott tudok én... Uaj, meg azt írtátok, hogy nekem adtak a csávok telefon. Tényleg, bazd meg, adtak kaját is, meg telefont is. Ne szórakozzál, Boré! A beszarok. Hamburger. Edd meg a hamburger. De most ez mi? Mi? Basz, az mi történt ez? Megettem? Mi történt a hamburgerrel? Ne szórakozzál, Moré! Nehogy eltűnt, hova tette? Eltűnt a telef... Lesen meg azt a... Mit csináld? Ne csináld a ricsit! Hogyan kell megnézni ezt a Moré telefont? Jobb gomb? Wow! Oda nézzi! 5 óra 58 van, pontosan mutatja az időt! Megőrülsz! Érincs meg a feloldás, ez hihetetlen! Hogy lehet ezt elhúzni innen? Nem tetszik, hogy onnan van? Mi van itt? Névjegyzék, de szó... Beszarás! Gyerekek! Mi van? Hogy kell visszalépni, Boré? Nem ezzel. Mi van még? Hirdetések megjelenítése. Hallod? Adtak telefonszámot, Boré! Mi ez? Ez nem ugyanaz, mint az előbb? High score. Hextris. Ne már, van jel egy játék, Moré. Ne várjál, hogy kell. Jaj. Na jó van, nem játszok. A rakétás játék is van. Telefonálni lehet, üzenetek, számológép, fényképező. Ne már, gyerek, hogy lehet fényképezni, te hülye vagy. Azt az öt petyár úristenit. Na jó van. Most ez hogy kell kilépni a telefonfunkcióból? Né, már szelfit lehet nyomni, gyerek! Elküldöm a Marinek a kocsmából. Figyelj, de itt vagyok a nagyvárosban, nézzed meg te! Parizer lábú Mari. A telefont hogy kell megnyomni? Ó! Gyerekek, innen belekeveredtem, mint cigány gyerek a húzantrogram. Tedd el ezt a telefont, mert megborulsz. De egyébként oda. Az, ez most lenyű. Beállítások. Csengő hang. Az én számom van a Húgyos Józsinak telefonszáma, vagyis a... Jó, a Húgyos Józsi az csak a becenevem, egyébként Kolompár József a becsületes nevem. Tényleg. Figyelj, ki lehet hagyni a telefon, beszarsz! Nagyon komoly! Ja, egyébként tényleg a Húgyos József az csak a becenevem. De tényleg, én izé vagyok én. Hogy kell eltenni? Na. A becsületes nevem az... Kalampár József. Jó, csapjunk bele a lecsóba, gyerekek. Hú, de pörös a fejem. Ja, kérdeztétek, hogy mikor szoktam játszani. Most például elmondom neked, hajnali 6 óra van. Hajnali 6 óra van, kidobott az ágy. Aztán gondoltam, akkor csapjunk bele a lecsóba, játszunk egy kis játékot. Ja, csomó minden tervem lenne egyébként. Ja, kell venni Fuxot mindenképpen a ladába. Ne feszíthetek így, gyerekek. Kalap kell. Na, indulj el motor, azt menjünk. Tudjátok, hogy van a roma GPS. Szavasz, tesó, hát tolassák ki a parkolóból! Ez az, tekert le az ablakot, aztán könyököljék ki! Javelázzál balra, tesókám! Ilyen a... Biztos ismeritek egyébként. Hajtsál 100 métert előre, aztán vaskereskedésnél fordulj be balra! Bömböltesd a Bódikuszt itt a rádióban. De hol van? Itt van a pláza, azt mondtátok, ide könyülöm. A plázába azt akkor nekem az jó lesz. Egyébként kihalt a város, mint az állót. Csomóan egyébként mondtátok, hogy nyomjad a romadumát, de volt egy-két ember, aki azt mondta, hát nem csináld ezt az accentus képer, mert már nagyon idegesítő. Gyerekek, benne vagyok a szerepben, nem eshetek ki belőle. Jaj, ez a pláza lenne? Gyerekek, bemegyünk a plázába, szétlagoljuk a fejünket.
Jaj, meg valaki írta, hogy ha Moré vegyél már egy jó gépet, mert lagol az CMT, hát akkor szerintem te még életed, mert nem CMT ezt a... Mert még a készítők is azt mondták, hogy ez lagol ez a szerver. Komolyan, fölmentem a TS szerverükre csávónak. Mondom, te Moré, mit lehet csinálni azzal, hogy ez lagol, mint az Isten nyila? Ez is semmit az ilyen. Mondom, köszi szépen. Meg vagyok nyugod. Sittyencs be az ajtót, becsuktuk, bezárta az ajtaját, jól van. Na, megnézzük a plázába, lehet-e venni egy jó kis sukárkalapot? Aj, mi ez? Mi ez, busz, csikkerni, csikken meg izé... De mit csináltam a szendvicssel? Földhöz vágtam, vagy mi történt? Ez mi? Mit lehet itt venni? Kamerát! Az anyád, iristeni. Hifi cuccod, gyerekek, majd kiraboljuk egyszer ezt a boltot. Az mi az? Baseball zütőt lehet venni, baseball zütőt, meg pitbull kutyát. Az meg? Az mi az? Restaurant? Vagy micsoda akár lenni? Adj egy fröccset. Adj egy fröccset az anyádat. Pizzéria, gyerekek. Lebegő pizzék vannak itt, pizzák vannak itt, ufónauták. Na, nézzük, hogy mik vannak még. Itt van, ez tiszta olyan, mint az ala... Pazd a gyerekek, az alaiak vagytok-e? Ugyanúgy néz ki a izé, mint az alapláza. Ott van hátul egy Uronix. Ugye? Vagy mi a... Túró van ott. Kaszinó. Oda be nem megyek, mert elbaszom a pénzemet. Sittyputty. Open. Van izé hideg víz. Jó van. Mindjárt talán egy izét. Mi? Oj, itt vannak a izék. Itt vannak a... Hú, hát menő cuccok, gyerekek. De most nekem tényleg a fuxra szeretnék rámenni. Majd biztos itt kellett volna venni. De körülnézünk, gyerekek. Hát, hogyha találok valami jót. A fuxot akarok venni. Mi ez? Mi ez? Üdítő. Pizzéria, gyerekek, itt pizzéria hátán van, baze. Ide lehet hívni a gadzsikat. Betolja a pizzát a pofába, nyom egy selfit a kajáról, azt lehet vinni. Hú, mi a szar? Nincs több. Ott mi van, mozi? Mi van itt, gyerekek? Nem akartam bemenni, úristen. Hol vagyok, baze? Mondom én, ez mozi lesz, baze. Hűha, nagyon komoly dolgok vannak itt, menjünk innen ki. Nem van, beülünk egy két órás filmre, mert izé, bazeg, magam alá rosálok itt, hogyha ez végigköréznem. Na. Nem, Michael Jackson vagyom, hogy bazeg, mit csináltál? Hogy én beakadtunk a sem... Ne, menj innen, menj innen. Na jó van, akkor oda néz, ott a zsiguli. Ez micsoda? Mi ez? Izé? Ketchup automata a falon? Az mindenképpen köl, vagy mustár. Na biztos itt lehet venni a fuxokat, ruhák. Férfi ruhák. Női ruhák. Kiegészítők, itt a fuxos gyerekek. Az anya. Jaj, Moré! Ez adja. Sapkap kalapok, szemüvegek, karórák. Nyakláncok. Gyerekek, először egy csukár kalap kell nekem. Mennyibe kerül 4000, Moré? Hol van olyan nekem, hogy izé, hogy kalap? Piros kalap, sárga kalap, gyerekek, 5000, az anyád úristeni, 4000. Téli sapka, az aztán köl. De gyerekek, nem, előnézett, lehet-e olyat nézni, jó? Megnézem, hogy milyen, úristen, de drágaság van itt, az Isten drága dolgok vannak itt, drága dolgok, bukó sisak. Munkavédelmi sisak, gyerekek, 500 előnézet. Az csodálatos. Ez csodálatos, eszkip. Na nézzük el. Piros kalap, szerintem azt fog jó... Nem, fekete kalap kell, gyerekek, tudom. Előre 5000, nem fog... Nem lesz rá, baszad. Zöld kalap. Zöld kalap az olcsóbb. Ez mind ugyanolyan, piros kalap. Basz, ez is fekete, mit beszélsz? Megnézzük a izéket, gyerekek. Karóra. A karórától lesz olyan aurám, mint az állat. Na, nyaklánc. Mennyibe kerül? 30 000. Jóhaj, gyerekek. Egyéb kiegészítő, mi van még? Láthatósági kockás ing. Harley, pizzás mellény. Vadász mellény, kamu mellény. Gyerekek, egy kalapot veszek, aztán tarhálhatok megint az anyár. Nem baj, egy kalap, az kell. Figyelj! Nem van baseball sapka, fekete kalap 5000,
Az ötka. Piros kalapot veszünk, gyerek, sárga? Piros, sárgát vegyünk. Megvétel. Megvettem a kalapot. Azt a nyát, remélem fökerült rám, mert megőrülök. Hol a kalap? Hol a kalapom? Bazen, hol a kalapom? Várjál, benne az inventory, remélem. Ember, hol a kalap? Baj van, gyerekek, nincs meg a kalap. Lenyúlták a lóvét. Kucs. Adásvételi. Személyi, mióta van személyi igazolványom? Hol a kalapom? Bazen, nincs meg a kalapom, more. Kalap felvétel, mindjárt nyomok egy izét. Per kalap felvétel. Hashtag. Az anyád úristen, most mi van? Nincs meg a kalapom, bazen. Hol a kalapom? Na, hát ez jó volt, jó vétel volt. Izé, átlátszó kalapod, üvegkalapod vettünk, gyerekek. Jó, átbasztak minket, nincs is eladó. Jó van. Itt meg vannak lyukkák, mint az izé, baze, Sadist a 7 days to die, mindjárt megeszek egyet, azt fölmegy a izé. Gyerekek, kéne enni is egy. Gyerekek, nagyon-nagyon rávertünk a izére, baj van. Kéne venni kaját. Nagyon átbasztak minket, nincs kalap. De most tényleg, hol a kalap? Jó, hát ez nagy biznisz volt, látom ma. Várjatok, mindjárt várjál. Adj egy hamburgert az anyáról istenét. Hot dog. Hát ez nem drága. Adjál vásárlás. Még adj egyet. Rájövünk, hogy kell megenni, mert úgy látom, hogy az előbb nem nagyon sikerült. Inventory. Na. Jobb gomb. És akkor mi ez, hogy jobb gomb, bal gomb? Jobb gombbal megpróbáljuk, megendjük. Jó, beküdte az arcába, jól van. Hát annyi, akkor jobb gomba eszi meg. De edd egy már gyors... Figyelj, hát mit csinál, tálcát, ne erd meg, barzaj. Edd meg a hot dogot, a pártfaszát. Figyelj, másikat miért nem eszi meg? Jó laktál, vagy mi van? Ja, még egyszer jobb gomb itt. Egyed. Hogy mi van? Ja, így kell rákcsálni kell? Úristen. Evedd valamit, jól van. Ezt nem kell leerpézni, mert... Ja, hogy ezt így harapdálom. Jól van, kocsiba megettem volna. Zsigába. Ti fiú! Nem vagyok boldog. De ez jó, hát ez hány darab? Mert jó nagy hotdog volt. Egyed. És a bal gombbal meg eldobja, mi? Nem szabad. Drágaság van. Jó, hát jó lehúztak minket, a kalap az elment a levesbe. Majd valahogy, nem tudom, valakivel találkozok, hogy tudom fölvenni a kalapomat? Ajj. Menjünk gyerekek, valami pénzt kell csinálni, bemegyünk a kútra, hát ha van valaki, aztán akkor tárhalunk. Aztán ha tárhaltunk egy kicsit, akkor elmegyünk utána meg izélni. Arra gondoltam, letesszük a jogsit, mert mindenki azt mondja, hogy kipör, hát le fognak izélni, csukni a rendőrök, meg minden csoda dolog van. Ja, számán van már daba. Indul meg, mure, mi van, miért nem indul ez? Néha, nem tudom. Na csavelazzad ki a parkolóba, tesókám. Figyelj, izébe indexel, reflektor, ez már kacsint a vértől, baze. Ezt megoldották a készítők, na. Ezt, baze, így megoldom a ventónál is, gyerekek, ez király lesz. Na, hol van a izé benzinkút, oda szoktam menni tárhalni. Oké, előre, pont egyenesen. Hány csal egyenesen, tesókám? 30-as tábla, várjál. Be kell tartani vazza, mert mínuszba megyünk, akkor meg arra se lesz pénzem, hogy izé, elmegyek WC-re. Cég. Kérdezte valaki, mi a tempomat? Mondom a cég. Ja, igen, izé kérdezte. Bervalnál Krisztián. Vagy mi neved? Braunschweiger Krisztián. Nyomom neki, gyerekek, figyeljetek, 835-ön van, úgyhogy dolgoztam körülbelül az egész játékba 10 percet, meg vettem 5000 kalapot. Jól van, nem csak olyan nagy probléma. Krúzolunk a Verdával, gyerekek. Zolaegerszegen nincs valami jó turingos csávó, autós egyébként, mert most egy cruising videót tervezünk a szaszával. Figyeljetek, olyan kiállt a város reggel, akkor úgy látom, hogy nincs ott senki se. Na várjam, ore. Mindjárt nézzük, he. Abszolút senki. Ujj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 
izébe, az autós iskolába, hát ha valami lesz. Elmegyünk lopni, vagy nem tudom, valamit ki kell találni gyerekek, hogy valami csodát.
Elmegyünk az autós iskolába. Megpróbáljuk letenni a jogosítványt, jó? Bazzer, most nagyon be fogok égni, hallod? Hogy izé nem tudok jól a kreszt, gondolom. Behajtani tilos tábla, láttam, de itt a, izé, most nagyon izé van, nagyon sürgős dolgom van, itt átmegyek, hoppá! Nem is láttatok semmit, csukjátok be szemeteket, moré! Tudjátok, mit csinálunk? Legközelebb csinálunk egy olyat, megmondom pontosan, csinálok róla egy videót, figyeljetek! Hogy mikor leszek föl, hány órakor. A Ladát azt úgy dugom, hogy az Istennek nem találjátok meg, mert szíjjeveritek. Főleg a csávó, 80-os gyerek majd jön, a szíjjeveri a Ladámat. Ezt megdumáljuk, hogy mikor találkozunk. De ha valaki kinyír, akkor gyerekek, hívom az egész családot, aztán nagyon-nagyon kikaptok. Egyébként nem lagol a fészkem? Nekem úgy látom, hogy lagol a fészkem. Hát vagy a faszám. Félvétel lealítása. Nyára gobra, ne nyomjunk rá, more, mert véletlenül egyszer volt olyan. Próbálgattam a billentyűket, azt az egyik hotkey rajt volt a izé. Tudod, mire beszélek, nem? Én sem. Jó. Na várjál, nézzük meg az F11-et. Hon vagyunk? Az autós iskola lenni bárra. Nincs olyan messze, jó van. Nyomjad neki is annyi. Hát nincsen valami nagy forgalom a városban. Na egyébként izé, nyomok egy tabot, azt valaki felismeri magát? Hittem, hol vagytok gyerekek? Vannak bőven ez emberek, hon vagytok? Azt kell nézni, van egy csaj, mert már kezd izélni be ezzel, fölrobbannak a tökök. Fölrobbannak a tikik, mert nincs, ott a lottózó gyerekek. Dobjunk egy lottot, hát ha megnyerjük a fő nyerevét, figyelj. Figyeld meg, hogy izé, hogy szerintem meg fogom nyerni. Most hagyom, hadd járjon a motor. Itt csak beugrunk. Dobunk egy lottot, nem tudom hogy kell, de hát figyeljetek, meg kell ismerni a dolgokat. Menjél be lottozóba. Nincs itt, azt hittem, megőrülök, mondom. Nyomj egy blackjacket, figyeld el! Sorsjegy! Az is van, anyád! Blackjack sorsjegy, money a sorsjegy. Figyelj, én egy sorsjegyet akarok, basszus, nagyon komoly. És lehet kaparni. Vettél egy blackjack sorsjegyet, basszus, ki kell próbálni, hülye vagy? Hol van? Ott van-e? Kapard le, more. De na, én most itt... Itt leültem, hallod? Nem, ha megint vettem egyet, mert ott rákat ított, szóval vagy. Nehogy már ott kattogás. Ugye ennek kell... Az osztószámnál kell nagyobbat találni, a 21-nél találj nagyobbat, kap be. 26. Találtam nagyobbat! Tehát ez ne haragudjatok, de ez úgy van, hogy 21-ig ment, de azért találtam, hogy figyelj, 26-ta nyertem a blackjackbe. Szabályok, mindenki tisztában van a blackjack-e, úgy látom, a készítők leginkább. Júj, bazzek. Na most ezt hogy teszed-e, bazzek? Tedd el ezt a szart. Ja, jobb gomba, ha. Ezt majd beváltom, bazzek, nyertem 100 dolcsit. Gyerekek, itt figyelj, meggazdagszunk, várjál. Odébb állok, mert itt megveszem az egész bótot. Halljátok, tudom már. Presszó cigányként kaparunk. Meg megyünk a játékgépezni, nyerőgépezni, izé, kaszinóba majd. Figyelj, ezt is lekaparom. Hát ez baromi jó. Ezt nem lehet odébb húzni, vagy dehogy nem. Húsznál gyerekek, itt lesz a 26, hogy figyeld. Nem. Ez nem nyert. De beváltjuk, várja, bevártam a sorsjegyet, és én érzem. Nem, hogy itt kira... Gyerekek, itt megfogtam az Isten lábát, érzem, figyeld. Sorsjegy beváltása. Figyelj, szöszi, hey! De jó a csöcsöd. Gyere ki onnan. 100 dolli. Várja. 830, ugyanott vagyunk, mi? Hát ez nem jó. Na várja. Az a baj, az ember nyomkodik. Ilyenkor az a régi sorsjegy az bennmaradt. Ja, nyeretlen sorsjegy bennmaradt. Szevasz, csajé! Hát te meg fiú vagy-e vagy lány? Na. Adjál nekem valamit. Ez a blackjacket, ez bírom, ezt veszek egy kettőt. Egy. Kettő. Veszünk kettő, gyerekek, azt lekapárjuk, jó? Mindjárt figyelj. Érzem én, hogy gyerek, mi van itt hátul? Jú, itt kell a szelvét. Ja, nagyon meg van csinálva, gyerekek, és itt van akkor. Ez le a kalappal készítőket, komolyan, király. Na, humban a lekapar. Ez az, amelyik le van kaparva. Várja, lehet itt ezt pakolgatni? Bazd meg, ez hova tűnt? De jó, ez evett borért. Kirobott egy tárgyat a szemetesbe.
Ja, miért? Ide húztam a szervetesre? Nehogy véletlen, bazd meg véletlen, ilyet csinálj. Na? 19-nél nagyobb a gyerekek. Ott van, ott a nyeremény, ott a nyeremény! Ott a nyeremény, mennyit kaptunk? 5 dollárt, hogy rohagy meg? Hogy rohagy meg? Nem nyertünk sokat, de nem baj, legalább 5 dollár is. És mennyire vettük, bazd? 5 fenér. 5 dollár, gyerekek. Nincs annyi se, jó van. 5 dolcsi, jó, jó, nincs semmi baj, gyerekek. Figyeljetek, még érzem, hogy nyerőbe leszünk, ezeket a... Ja, nehogy eldobd, az a hülye, ne legyél. Jó, most nem váltom be, mert minek? Veszek még! Veszek még, gyerekek, elcsösszük a zsetont, elcsösszük. Figyelj, izé lesz, izé várja. Most jó lesz, most érzem, adja kettőt. Adja 50 dollár darabja, baszod. Ez lesz az utolsó, gyerekek, mert nem lesz kajára se pénzük, vehetünk Tarhaldi. Jaj, gondoljátok, hogy adtam pénzt, aztán mire költött képer az apád? Úristenit, na. 5 dollár, nem hiszem, mert ez nem is köl. 5 dollárt megint nyertem. Szóval... Nem reális, mert nem 5 dollárt kéne nyerni, mindegy. Nem, jó, ne. Jaj, annyi ez. 5, megint 5 dolláros. Gyerekek, ez nem nyerő, ez nem megyünk-e bucsúba. Jó, figyelj, még kettőt veszek, azt lemegyünk 500 pénzre. Az lesz, jó? Az lesz a vége, azt kiszórom a túróba. Még 5 dollárt, még 100 dollárt elcseszek rá. Érzem, most lesz a nyerő, gyerekek, most lesz a nyerő. Figyelj, mennyit elcsesztem már? 100, 200, 300 dollár. Jó, gyerekek, nem jó. Na, még ez az utolsó, még ez az utolsó. Szurkoljatok! Szurkoljatok, tesókám, az anyád úristen, hát valami legyen már. 100 dolláros, te, tesó, 10-valamennyinek, 16-nál nagyobbnak kell lenni, 100 dolláros. Ó, te fiú, hogy mennyi az anyád. Most érzem, megfogjuk az Isten lábát. 100 dolláros, gyerekek, 100 dolláros. 150 dolláros! És megvan, nyertünk. 150 dollár, gyerekek, visszajött. Figyelj, ez az égi jel. Ez az égi jel. 500-ig megyünk, oké? Az lesz mindig. Hogyha 500 alá nem megyünk. Az lesz most a íze, az lesz most a limit. Az a lényeg, 500 alá nem megyünk. De a fölött a lévőt mindig elcsesszük, jó? És akkor érzem, gyerekek, hogy pénz áll a házhoz. Figyeljétek meg. 150 dollár. Micsoda, volt még annál több is. Azért mondom. Ja, nem bátja be egybe. Jó, 160, figyeld. Ugye most lesz az, hogy most megint tudok venni kettőt. Sőt, hármat, ugye? Hármat tudok venni, gyerekek. Hármat tudunk venni, figyelj. Egy. Ugye 500-ig megyünk le, minimum. Vagy maximum. Kettő. Három, jó. Odébb állunk. És kaparunk, gyerekek, kaparunk. Ez bejön, nagyon jó. Ide, hogy bejöttünk, ez a legjobb tuti, gyerekek. Ah, jó van, figyelj. Szurkoljatok, gyerekek. 150 dolláros papíros, és 20 van, itt legyen valami, gyerekek, itt legyen valami. Á, nem lett. Nem lett. Jó, nem csüngerünk, gyerekek, van még két esélyünk. Ó, 5 dolláros. Nem is érdekel, hogy nyere vagy nem. És az utolsó gyerekek, most vagy kimegyünk ebből a helyiségből, vagy nem. Ha 5 dolláros, akkor... Ja, nem nyertünk az előbbi. 100 dolcs is. 100... nem, 10 dolcs. Jó van, most mentünk el. Egyik se gyert, ugye? Nem tudom, mindjárt oda megyek az ablakhoz, aztán ugye akkor... Jobb. Nem tudom, nem nyert. Jó, gyerekek, akkor megyünk a trancba. Figyelj, Boré! Volt valám nekem nyert a szelvénye. Hidd a csajé. Nem valószínű, na. Jó van, csajé, jó van, ezeket, meghagyom ezeket a szelvényeket. Jó lesz okulásképpen. Figyelj, annyira nem vesztettük 300 dolcsit, hogy nem tudom mennyit. Menjünk a francba innen. A Ladának meg jár a motorja. Azért nem volt érdemes.
Ej! Az ember jó akaratú emberkét itt. Szerintem lehúzzák az embert ide oldan. Szegény cigány gyereket. Na! Megyünk a izébe. Autós iskolába? Vagy menjünk, el kéne menni tarhalni már megint gyerekek, vagy pénzt keresni, vagy valami. Azon gondolkodtam, be kéne állni gyári munkásnak. Ezt te lopni. Csak van egy ötletem. Megnézem azt a izét én. Hát, hogy nyit volna a hátulja. Azért, ebbe szól a zene? Várja. Zárva van. Persze a rádiót nem kapcsolod le, ezt a zárva van, de... Anyád. Hátra nézzük, okosabb ide, megtörtént. Jól van gyerekek, hát ezt így jártunk. Sajnos. Jó, a gyerekek, ez van. Le vagyunk pattanva, mint az állat. A kalapom meg azt se tudom, hon van. Majd izolj, majd írjátok meg, hogy hol kalapot hol tudom felvenni esetleg, mert ez így nem biznisz, hogy vettük 4000-ért egy kalapot, azt még ráadásul nem is vagyok sukár, bár. Máma ne. Mindjárt ott vagyunk ám. Hoppá, nem indexültünk. Majd most. Majd most, kimaradt egy. Kivágtuk alad a seggét, úristen. Nem hangos alad? Nem, amit azért nem hallunk semmit. Figyelj, még savváltáskor is az apád. Na, erről együtt, mit keres itt a motor? Annak van inventória? Mit csináltál? Meg is büntettek, hülye vagy? Mert nem voltam beködve. Jó van, kap be. Megyünk jogsit szerezni, nincs jogsim, nem érdekel. Be vagyok-e ködve. Na figyelj. Én fogalmam sincs, mit kell csinálni. Hoppá. Sűrűn vannak a kukák itt, be se tudok járni, baré. Oda nézze, ezért lefért az eleje. Ugye, akkurátusan. Ó, ide bejárunk, azaz. Tanulókocsit kapok, vagy mit? Erre marha kíváncsi vagyok. Jó. Ez tele van viszkivel, bazárnak a hátulja. Már megérte megvenni. Autós is kell. Na, erre rohadt kíváncsi vagyok rá. Mi ez? Hova kerültem az? Te Sanyi, mi ez? Tűzcsap. Szeretnék bejelentkezni az iskolába, Boré. Képeket lelopom a falról, ebb baj. Na, mi van itt? Ó, tévét, a videó magnót, ezt azért legyújjuk. Na, mi a szar van itt? Na, mi ez? Mi van? Na, sikeres autó, két vizsgát is teljesíteni kell. Elméleti és gyakorlati. Hey, apám, allőr figyelizé, nem is. Mi van, vizsgáznom kell? Hát nem kéne valamit tanulni? Ez jó, megoldják. Na, kezdés. Biztos igaz van. Mikor kell irányjelzéssel jelezni a megállást? Minden esetben. Ja? Fékezés megkezdése előtt, baszod. Mekkora a maximálisan megengedett sebesség lakóterülete belül? 50 km/h. Autóbusz, öböl elhagyó autóbusz részére kötelező elsőbbségést adni. Lakott területen kívül. Egyébként igen, lakott területen kívül, mármint vagy lakott területen belül köteles vagy mindenképpen elsőbbséget adni neki, de hát itt gondolom ez erre gondolom. Milyen fény bocsájthat ki? Baszd meg, ez fehér. Fehér és kormium sárga, nem? Baszd meg. Narancssárga, kadmium sárga, borostyán sárga. Szerintem a borostyán sárga az ilyen, az nem olyan feltűnő. Ugye a kadmium sárga az index. Tovább haladhat-e a gépjárművével, ha annak motorháztetője alól vizgőz vagy füst tör elő? Mi ez? Nem, félre kell húzódnia, nem?
Ön autó-autó halad, kötelesse elsőbséget adni a váratlan ön előtt áthaladó gyalogosnak. De egyébként nem, de hát ez most nem tudom a CMT-ben mennyire, hogyan van, mert egyébként nem. Hát miért kéne bazze? Jó, hogy nem, izé meglátsz egy gyalogost az autóúton, aztán izé lesisatúzol bazze, nem? Nem. Nem. Nem ön vezeti a gépjármű. Hát az igen. Jobb oldalon. Köteles... Az irányjelzéssel kötelesen jelezni irányváztatási szándékát. Igen, minden esetben, baza. Ez nem... 8 kérdésről volt szó, az hagyj ma. Rankon területen kívül. Mi az, hogy elrontott a tesztet? Hallod? Nehogy, most őszintén, mi volt ez? Ezek nem is rendes tesztkérdések. És megint! Sikkes elindulás. Nem? Ez lesz az. De izé, de most ezt nem értettem. Ez biztos ez, nem? Ez például minden esetben köteles, nem? Segítség. De figyelj, köteles segítséget nyújtani az útszélén fekvő láthatóan sérült személynek. Való életben mindenképpen, ugye? Oké. Lakott területek kívül 90. Szállíthat-e utast a személygépkocsi tetején? Nem szállíthat. Most nem hiszem, tiltja a kereszt, nem hiszem baleset veszélyes. Baze, most őszintén, most ennyi erővel mind a kettő helyes. Jobb oldalon. Az egyenrangú utak kereszteződésekor az öntől jobbra lévő jármű elsőként haladhat tovább, ugye jobbkész szabály. Átlépheti a záróvonalat gépjárművel. Igen, indokolt esetben. Akkor át lehet lépni, ugye minden. Azt a kereszt is tanítja. Az nem az indokolt eset, nem az, hogy előzni akarsz, vagy valami, hanem hogy mit tudom én, akadály van ott, vagy rendőrségi ellenőrzés, amikor ugye mondják, hogy menj tovább, vagy pedig éppen egy városba, hogyha pont mondjuk csomagot pakol ki valaki, és akkor ugye nem fenntartod az egész várost, akkor nem tarthatod fel, akkor ki kell cserélned. Vagy ki kell kerülnöd. Lakott területen kívül ki kell világítani. Hát attól függ ugye, hogy milyen, hol állsz meg, bazd meg most. Az erdőben nem kell ez. Autópályán kívül. Ez például ez egy foil kérdés, mert ilyen nincs is. Olyan van, hogy ugye lakott területen kívül, meg lakott területen belül. Lakott területen belül ki kell engedned, lakott területen kívül nem kell kiengedned. Baze, van jogosítványom. Ezek, te. És erre marha kíváncsi vagyok, majd írjátok meg. Én nem szarakodok itt ezzel a jogosítvány dologgal, de ez egy hülyeség volt az egész. Tiszta övej. Meg ilyen fake kérdések vannak, bazze. Hát mi? CMTA? Oké, hogy CMTA kereszt, de hát mi az, hogy izé, milyen hülyeségek vannak? Autópályán kívül... izé, autópályán még szerencse, hogy nincsen izé... buszöböl, basszus. Ó, te fiú. Ilyen fake kérdések vannak aztán. Meg hogy füstöl a motor, az autód, akkor hova kell állnod? Menj a francba.
Na mindegy. Tényleg valaki olyan is megszerkeszthette volna azt a rohadt kérdéssort, akinek van jogosítványa. Ez így tiszta röhely. Most felhúztam magam, igen. Mert ilyen izé, ilyen bullshit kérdések vannak, amelyek semmi értelme nincs, nem? Mi az, hogy busznak elsőbséget kell leadnod a buszöbölből, azt ilyen válaszba, hogy kivéve autópálya. Autópálya az, de nincs is buszöböl. Elég vicces lenne, ott a busz lenne. Jó van, nincs beködve az ödet. Na, mit csináljuk, gyerekek? Melyik munka van fölvéve nekem? Na, izé, elvileg a gyár, nem? Gyári munka. Felhúztam magam, more, nagyon! Shit. Munkakezdést, figyelj, de mi ez? Ide kell mennem az a gyári munkához. Balra kéne a következőnél, és akkor az egyik... jó. Következőnél balra. Hát ez most nem arra húgyatok, de ez... Nem felhúzott, hogy ilyen bullshit kérdések, aztán akkor még meg is húznak. Ilyen izén, semmi értelme kérdések, ami nem is valósak. Oké, hogy játékban vagyunk, de akkor meg miért nem ragaszkodnak a valósághoz, úristen? Apám, more az anyád, úristen, egy komolyabb oldom. Na, de nézd, aj! Meg kell nézni, hogy ezért nincs-e véletlenül nyitva a csomagtartó, ez a leginkább, legfontosabb kresszobály, moré. Mindig nézd meg a le... Ej! Ne ugráljál, baze, vagy fordítva van az irányítás. Ki az, aki a space-re rakja, baze, az izét? Ó, te, hogy minden autó zárva van, moré. Meg ilyen kérdés, hogy... Oda nézzetek, gyerekek, itt vannak autók. Ezt is be vannak zárva, mi? Jöjjön kérdés, hogyha füstöljön a motorháztető elől, akkor tovább mehetsz-e? 60%, hülye vagy! Felét se tudtam! Most ez nagyon dühítő nekem. Tényleg nem azért, mert mit tudom én. Ó, mindegy. Nincs jogosítványom, beszarok. Na, a munkakezdéshez megyünk, nem tudom, hogy kell egyébként. Gyári munkát azt hiszem, az vállaltam el. Viszont akkor azt kéne megpróbálni, hogy nem-e tudunk lopni? Lopni kell az anyád, úristen, itt bullshit kérdések vannak. Jó, erre jövök, biztos? Itt van a gyári munka. Itt ez valami izé van, mánia van. Mindjárt megnézem a térképet az anyád. Mi? Munkakezdés. De ez biztos az? Remélem. Jó, megnézzük. Tudj már el. Na. Ja, nem ide. Ja, nem is ide kell, hanem odébb. Aha, jó. Ja, de ide kell. Csak ez egy ilyen nagy telep. Mindjárt nézem. De jó, nem akarom összetörni nagyon a zsigát. Nem mint úgy, hogy marha drága lenne egyébként a javítatása. Na figyelj! És akkor ide jövök. Kocsival kell? Nem kocsival, ugye? Vagy már menjünk kocsival? Vadulok meg, mi a fasz van? Bánya? Szerintem akkor ez valami fék, ez nem az a munkakezdés.
És mindenhol munkakezdést ír, ugye? Akkor ez marhára nem az. De a gyár... A gyárhoz kell mennem. Tehát miért nem azt ír? Vagy miért azt írja? Jó, mai részben megőrülök. Úgy látom. Junkyard. Hol árus, apád? Még ilyen is van, hallod? Van kocsma. Az a junkyard, ez például pont ugyanolyan, mint ez. Olyanikon kicsit megtévesztő számomra. Hát, hogy hol kell kezdeni? Ne kérdezzen meg fele. Gyerekek, mondjátok már meg, hol kell kezdeni a gyárba, mert megvadulok. Kirak mindenhova munkakezdéseket, azt közben nem is ott kell kezdeni. Hol kell kezdeni a gyári munkára? Szerintem a gyári munkára... Vagy pedig nincs fölvéve nekem munka most. Ezt hol lehet megnézni? Csak a izébe. Na jó, nem lehet megnézni az infónál? Van ilyen infó, nem? Karakterjátsz. Készpénz, banki egyenleg, prémium egyenleg. Magas cigárfalusi zsütyó. Ott a csávó! Trarhálunk! Gyorsan! Gyorsan! Szevasz, tesó! Ej, állj meg, bore! Uram! Haver! Eddie Murphy-re beszarok! Szevasz, tesó! Felhúzta az ablakot. Nagyjárul Isten. Hogy vagy, Moré? Hogy vagy, Moré? Eddie Murphy, nem olvastam ki a nevét egyébként. Szarul testvérem. Le vagyok égve. Éhezik a család. Lóvé kéne megint mi? Tesó! Jaj, more! Ma... Jaj, more, már találkoztunk. Te figyelj! Ezek már megismernek engem, baza itt. Új, more! Lóvé kéne már megint mi? Nem hiszem el, nem hiszem el. Nem, csak ismerős az arcod. Sugar! Gyerek vagyok. Azért lehet. Bazen adott 100 000 dollárt. Isten áldjon meg, more! A családodat is. Hún köke... Megkérdezem tőle, hún köközdeni. Nem tudod? Gyári munkát hún kezdeni. Nagyon szép gyerek vagy egyébként, komolyan mondom, apá. De egyébként nagyon király vagy, megveregeti a vállat. Add egy csókot neki. Nem. Ó. Oh. Oké, more. Köszi végre. Nem halnak éhen a puják. Jó van, ezer, megyünk vissza lottozni, gyerekek, aztán megütjük a főgyereményt, komolyan mondom, az anyád úristenit, hát én nekem nem a melóbe számít. Isten áldjon, tesó.
Egyébként a szárnyas szintű egy... Ha minden nap egy ezres, akkor biztos levekezdi. Hol lehet ezt megnézni, hogy hol van a gyerek? Ja, 11-es ID-je van, Harry Murphy, 6-os szintű. Jeffrey Game-eket, ez már nyomja régóta. Szabotás bírem. Jó van, baza, ez nagyon ciki van itt. Menjél dolgozzá, mert különben hogyan lesz pénzünk nekünk? Ismeritek azt a ide dumát, nem? Hogy... Jó, behagytam a kocsit. Figyeljél, nem tudnál adni egy ezrest fizetésig? Hát miért, mikor lesz fizetés? Ha onnan tudja, van, te dolgozó. Nyer. Ezzel, hát ez nem lehet megélni, vada. Egy ezrest kerestünk. El is kártyázom, gyerekek. Elnyomom, elkártyázom. Megy. Várjál, van itt lottózó közelben. Jó vagy? Valamit láttam. Ja, nincs. Ó, te Máriám, de az meg milyen messze van itt lottózó. De écsém, a másik helyen ott volt lottózó, itt meg nincs. Ez izé van, ez ki van halva ez a hely. Hú, de messze van. Melyik lottózóba menjünk, gyerekek? Hát ebbe kéne mi. Akkor már erre gyűjtünk, megyünk vissza. Figyelj, nem haragudjatok, de én nagyon élem azt, hogy... Jó van, haver, nyomjad neki, mert nem lesz pénzünk. Csak meg szórod a szórják ezek az emberek a pénzt, azt csodálkoznak, öcsém, hogy izé van. Elföld, bekötjük magunkat. Csodálkoznak, hogy nincs pénzük ez a mai világban az embereknek. Szórják. Jó, figyelj, azt kell csinálni. Rámegyünk akkor a szerencsejátékra. Belemegyünk a szerencsejáték bizniszbe, kicsit felhúzzunk magunkat egy 100 000 dollárig. Ezt akkor lesz nekem szerintem a tuti. Figyelj, érzem, most annyira nyerőbe vagyok, figyelj. Azt vágjátok, hogy 160-at megy a zsiga. Azt vágod? Egy kiló 60-nal repesztünk a zsigával, bazd meg. Nem akartam csúnyán beszélni, de ez kicsúszott, annyira élem ezt a zsigát. Itt fölcsettintünk, lecsettintünk, azt már ott is vagyunk a lottozóra. Gyerekek, mindig elfelejtem, hogy az zsiga ez olyan, mint a távirat, úgy megy. Úgy megy, mint a villám. Nem olyan gyorsan, hanem olyan cikcakba. Lole. Most belekeveredtem itt a helyzetbe. Gondoltam, leugratok. Egyébként az komolyan, ez tiszta izé. Annyira visszaült a GTA 5-nek a style-ja. Gyakorlatilag ugye ugyanabban a városban játszodik, de jó, oké, a megvalósítás annyira nem jó, mint abba, de nagyon ott van. Most itt alagút volt, jó volt. Tök jó, hogy itt kevergek, mint gólyapos a levegőbe, előbb-utóbb talán leérünk. Ja. Figyelj, lakott terület, nem baj. Ki kell tapasztalni, hogy hol vannak a izék a... Hol vannak a izék, a radarok? It's no problem. Figyelj, meglátunk valakit tarhál. Ez egy ilyen izé lesz nekem. Tudod micsoda? Ez lesz nálam a... Figyelj, helikopterje van a gyereknek, az anyátok. A burzsúj szentségeteket. Egyébként a nagy célom itt ebben a városban, hogy kialakít, én leszek a cigány vajda, aztán akkor kezdve az anyát csáját. 165 forint van, megvágtak, vagy mennyivel dollárra. Jó, hogy te, Sanyi, akkor itt jó van, figyelj. És rá kell menni arra, hogy kitapasztaljuk itt a helyzetet. Hum, van a lottózó, baszad. Nagyon balra. Nagyon balra, itt több a valgó. Figyelj, nincs jogsim, úgy kell kezelni a helyzetet. Egyébként ahhoz a jogsihoz írjatok, de így szíves, ne azt írjátok, hogy hülye volt a keeper már, mint... Jó, tudom, most görgetsz le és azt írod, hogy hülye volt a keeper, hanem, hogy mi a tús volt. Szóval vannak ilyen bullshit kérdések. Zöld a lámpa. Sárga, még átmenettünk van. Jó, most direkt megállok, mert nagyon jampi vagyok. Rugadj! Még pörgetem a zsigát. Kicsit. Mi van, össze van hegezve a difi, vagy mi van? Hegesztett difi van a zsigába, gyerekek. Na, nyomjunk egy jobbost. Ezt elmegyük lottózni. Figyelj, elkúrom a lóvét. Könnyen ment? Szoktam mondani. Izékor, azt nem tudom, meséltem a múltkor, hogy giroszozó, Tesco előtt van egy ilyen nem giroszozó, hanem az a másik, az a kebabos. Volt egy kebabos, izé. 50-re megyünk, az a jó tuti. Az mennyi, a hányos tábla lesz? 70-es fogadjunk, amikor bálok 50-re, gondoltam. Lemez bolt, gyerekek, esetleg, hogyha egy izét, lagzi lajcsit akarnánk Verdába. Na,
Van egy kebabos ott előtte, ott ülök. Külöm az arcba a kaját, jön egy ilyen presszó cigány, az a nagy, nagy darab állat. Kihullajtott a pénztárcát. Onnan nézzem, micsoda vér, de füstöl egy kicsit. Kicsit kijött belőle füst, füstel megy. Kihullajtotta a pénztárcából az aprót, de körülbelül ilyen 1000 forint plusz, mint annál többet, szar a széje. Nem úgy lehajolt volna érte, hanem így lenézette kezdi. Á, ott rohadjál meg az anyjadba. Nem mondom, ez nem kis pálya, egység. Jó, itt bevágunk balra. Piros a lámpa, váltsát le, légy szíves. Légy szíves. Ja, középső sávból kéne kagyarodni, hát akkor már legyünk kizé hitelesek. És most jön valaki, mi? Egyébként lehet, hogy mindenkinek pirosot ad a mindig egyszerre van zöld. Tudom, mennyire jó. Na jó van, figyelj. Most megyünk pénzt keresni, megyünk megsokszorozzuk a lóvét. Ti is már várjátok, egyébként érzem. Látunk, hogy szerencse játékra, szerintem mindenki először ezt, azt rájön, hogy nagyon nagy lehúzás. Én keeper még nem jött rá, vagyis Fugyos József a becsületes, nem, ő még nem jött rá. Állunk a tempóvatta, 25-re ver itt meg. 30-a lehet csak menni a lottózónál. Há, hogyan? Figyelj, ide leparkolok. Leteszem a zsigát. Jó. Azt hittem megbüntettek, vaze, 25-tel oda megőrülök. Letesszük a... Ki le is állítottam a motorját, mert érzem, hogy most nagy lesz a pénz. Figyeljetek, 500-ig lemegyünk. Mindig 500-at meghagyunk, mert annyi azért kell, hogy nehogy megdögöljünk. De figyelj, most a milliárdos kategóriába fogunk beugrani. Veszünk kapásból. Várjátok, el kéne dobálnom a régieket, nem? Tudom, ide be kell húzingálni, vagy hogy van ez? Mondjuk egy inventory-t. Csak nehogy kidobjam a személyét, vagy nem tudom, adásvételi az már nagyon nem kö... Akárhova? Nem, a kukába basszus. Ez igen. Figyelj, veszünk... Tudjátok, mit csinálunk? Bátrak leszünk, veszünk... 10 darabot. Az ugye pont 11-et tudunk venni, 500-ig lemegyünk gyerekek, és akkor onnan... Megnézzük, mennyivel jövünk ki. Mennyivel jövünk ki, jó? Csöcsös! Gyere, egy randira elviszlek. Egyik csöcsöd nagyobb, mint a másik. Te hogyan vagy? Hogyan vagy így? Figyelj, vegyünk ilyen money mániát, és vegyünk 5 ilyet. 1, 2, 3, 4, 5, és akkor veszünk 5 ilyet is. Na gyerekek! Baromira szurkoljatok, mert itt már kockán a nehezen megszerzett pénzük, megdolgoztunk ezért a rohadt pénzért már megint. Ez most ide megyek, direkt itt kaparok-e? Itt a falnál. Ez mi ez? Ilyen Angliában egy ilyen átvezető, ilyen rift ajtó, egy ilyen térkapu, úgy látom. Na, figyelj, megnézzük ezt a money mániát. Vagy mi a túrós? Rétes. Az mit köl? 3-1 forma, akkor nyertünk. Oppa, hát nem. Hát nem, ez már nem jó, ez már nem nyert. Ezt most látom. De így nem számít, jó lenne mi. Nincsen gyerekek nyertes szelvény. Jöjjön a másik. Blackjackbe jobban bízok, gyerekek. Á, baszod az eget, semmi. Semmi nincs rajt, bazze, nem hiszem el. Nehogy egy se nyerjen, halljátok, a Izzy az legalább nyert, a Blackie. Ó! Semmi gyerekek, itt figyelj meg, milyen nyeremények vannak. Nincs olyan, hogy mit tudom én, 1 millió dollár, azt elmegyek pihenni Hawaii-ra. Ó, nem lesz jó. Baj van gyerekek, a Blackie-be bízom. Figyeljétek, ezzel nem lehet nyerni, Blackjack-et követni. És ez jobban is bírom, mert ez ilyen számok vannak. Na. Nem hiszem el, 5000 dollár gyerekek. 5000 dollár! 5000 dollár a tét, hogy 10 valamennyi nagyobbat nyitunk. Ne, ott legyen, ott
Hát az meg nem sikerült. $5000 volt rajt. $5000 volt rajt. Összeadva nem nyert, vagy annyit tudom én. Ilyet többet nem fogunk ki. Ó, oh, ez meg $5 lesz tuti, ja. De ezt se nyert, jó van. Gyerekek, ez nem, nem, többet nem játszok, komolyan mondom. $100. Adjál, adjál, nem, nem hiszem el, mi van? Mi van, gyerekek, ver minket az ég? Drága Isten, drága kenyér, dobjál már valamit. Csak ne az $5-osra, mert megőrülök. Semmi baz. Mi a szar van, gyerekek? Beetetés volt most meg semmi? 19-ös. Nem hiszem, nem jártunk egy kanyit se. Hülye vagy, nagyon szar volt ez. Jó van, oké. Okay. Megpróbáljuk azért beadni a nőjén, ennyi, ennyi fos egybe, hát ha belekeveredik. De nem fog. Jól van, bazd meg. Megint elkurtunk. Figyeljetek, van még egy, egyre, ugye? Azt mondtam, hogy ezért megyünk le. Még egyet veszünk, érzem. Most, most érzem, figyelj. Kihúzom most a tutit. Most kihúztam a tutit, figyeld. Figyeld, 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 figyeld. Ezen, ezen lesz a nyeremény, ezen az $5000, aztán megyünk akkor. Veszünk még egy kalapot. Nem hiszem el. Jó, gyerekek, leállunk, le kell állnom a szerről, mert ez nem... Elkúrtam körülbelül máma $1000. A nagy nehezen megszerzett pénzemet, vagy mindig többet, úristen. Jó, gyerekek, itt réjjük egyet a sarokba, aztán ez volt. Megpróbálunk feltörni egy-két, felnyomni egy-két verdát így a nap végére. Nem a sajátunkat. Nincs egy spájszer egyébként, vagy mit tudom én, hogy valamit lehessen. Rá kell menni erre a tolvajrásra jobban, mert úgy látom, ebben nem lesz. Nem lesz pénz. Megpróbálunk feltörni egy-két autót. Devi rendszámú, nem tudom ki, nagyon megismered mi, hogy figyelj, nincs csomagtartó ajtó, ennél jobb eset nem lehet. Az M3-as BMW-t megpróbáljuk. Na. Nehogy már zárva legyen az a csomagtartó, mert megőrülök. Ja. Figyelj, akartam mindenképp a szerelőműhelybe menni, ne haragudjatok, de most tuningolni fogok ingyen, ezt figyeljétek. Ezt figyeljétek. Taxi. Megnézzük a izét, az Audit is, meg a taxit is. Biztos nem lesz nyitva. Peres felnére, futja mi? Szegény izé, roma gyerek meg itt éhezik, baszod. Zeged. Megbüntet a rendőr az öre felnére. Mi van? Ó, hát hogy mindenki zá, mi van itt? Milyen város ez? Mi nem bíznak az emberekbe? Gyerekek, most figyeljetek, megyünk tuningolni ingyen. Ezt figyeljetek, megoldja. Keeper megoldja. Mert érzem, hogy én nekem kell a tuning, csak nincs pénzem rá. És a ladám már egy kicsit le van. Kicsit kezdem unni ezt a ladát. Figyeljetek. Megoldom. Tuning ingyen. Behajtunk ide. Vannak itt egyáltalán? Itthon vannak? Van itt valaki? Nincs itt senki? Akkor mi van? Be lehet menni? Ó, te sokájom, nincs egy te, nem vagytok itthon? Ó, pedig meg lett volna ez. Na jó van, mindegy, innen folytatjuk. Megmutatom, hogy mire gondoltam, hogy ingyen tuningot hogy fogja a keeper megoldani. Kivágunk innen, aztán megyünk. Válok a parkolóval. Szóval azt csináljuk, gyerekek, következő rész ingyen tuninggal fog indítani. Még egy indexet csapunk. Lottózott, ne is nézzünk rá, úristen. Elcsesztük a lóvét. Szegény izé, csávó, mi a neve? Eddie Murphy vagy micsoda. Ránk hagyta a lóvét, aztán erre meg izé van. Problém. Jó van, gyerekek, innen folytatjuk. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszett a rész. Hát, ja, írjatok véleményt, hogy mi a szar volt ezzel a jogosítványjal, meg írjatok véleményt, hogy hol a túróba kell kezdeni a... izé munkát, gyári munkát, mert lopni akarok. Na, jók legyetek, csáá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